A második esélyprojektum azoknak a felnőttkoriaknak nyújt tanulási lehetőséget, akik különböző okok miatt nem fejezték be az általános iskolát. A képzést sikeresen befejezők könnyebben kapcsolódhatnak be a mindennapi életbe, és alkalmazható tudást is kapnak. Ugyanolyan órarendes keretek között fognak a hallgatók tanulni, azzal, hogy olyan dolgokat tanulnak, amit a hétköznapi életben is tudnak használni, alkalmazni, tehát egy kérvény megírásától különböző űrlapok kitöltéséig, adott helyzetekben, helyzetmegoldás, felismerés szintjeit is megtanulják. A felnőtt képzésre jelentkezők komolyan veszik a tanulást. Mindannyian fontosnak tartják, hogy legalább a 8 általánost elvégezzék. Én örülök neki különben, hogy ezt meg lehet most csinálni, mert annó ugye nem igazán voltunk hajlandóak befejezni az iskolát. Szerintem nagyon sok embernek csak azt tudnám javasolni, hogy ezt meg kell, hogy csinálja. Szerintem ez egy létfontosság ahhoz, hogy az ember el tudjon helyezkedni valahol. A felnőtt képzés második és harmadik ciklusának résztvevői, akik az 5. és 6., illetve a 7. és 8. osztályt végzik, Zentán a november 11 általános iskolában hallgatják az előadásokat. Az első ciklust, amelyben az elsőtől 4. osztályig besorolt tanulók vesznek részt, pedig Tornyoson szervezték meg.